Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon! A mai vlogot sütéssel fogjuk indítani, ugyanis amikor Törökországban voltam, akkor vettem kint nagyon finom pisztáciát, és ezt most valamilyen sütemény formájában meg szeretném csinálni, hogy nehogy tönkre menjen. És hát az az igazság, hogy volt a fejemben egy pisztáciás süti, amit kint kóstoltam, és azt akartam megcsinálni, de egyszerűen nem találom meg, hogy mi lehet az. Biztos lesz köztetek olyan, aki tudja, úgyhogy leírom, hát ha tudtok segíteni, aztán majd valamikor megcsináljuk. Szóval ez egy ilyen reggeli sütemény volt, legalábbis azt mondták, hogy ezt a reggeli mellé szokták ott enni. Pisztáciás tölteléke volt, és olyan volt, mint a két ilyen rétes lap között lett volna, egyszerűen tepsiben megsütve és felszeletelve ilyen lapos szeletekre. És te jó ég! Abból szerintem nagyjából 15-öt meg tudtam volna enni, természetesen a pisztáciás baklavák mellett. Szóval ezt a süteményt nem találtam meg, ami talán hasonló lehet hozzá, az a katmer, talán. Pisztáciás katmer. Viszont ahogy én nézegettem a képeket, meg a recepteket, nem vagyok benne biztos, hogy az. Úgyhogy hát arra gondoltam, hogy egy saját verziót fogok elkészíteni ebből. Ezt a fajta pisztáciás tölteléket, amit ezekben a receptekben találtam, azt fogom leveres tésztára tenni, és aztán így föltekerem ilyen kis csavarokká, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, szóval igazából ez egy ilyen első próbálkozás, meglátjuk, hogy ajánlom-e nektek kipróbálásra. Mindenesetre szerintem jó lesz. Lássuk hozzá! Elsőként megcsinálom a csipkerózsika, nem, a hamupipőke feladatokat. És ezt szép lassan megfucolom. Na kérem, a pisztácia előállt, hát bevallom, ez azért kicsit melósabb volt, mint amire számítottam. Ezt most felapítom a gépben, aztán összekeverem mascarponéval és cukorral. Igazából csak úgy szemre, most nincsenek előre arányok, de azt néztem, hogy ehhez a desszerthez ezt a három hozzávalót szokták használni, szóval csak így szemre, ízlésre, és aztán pedig rá fogom kenni a leveles tésztára, amihez csak egy ilyen sima bolti leveles tésztát használok, és megy be a sütőbe. Az van, hogy ez a kombináció fantasztikus. Imádom a pisztáciás dolgokat, de még soha nem sütöttem semmi pisztáciás dolgot. De ez... A tepsi elkészült, vagyis felkészült arra, hogy menjen a sütőbe, sőt, igazából még először egy kis tojással majd meg fogom kenni a tetejét. És hát eredetileg azt gondoltam, hogy csak ilyen csavart kis csíkokat fogok belőle csinálni, de rájöttem, hogy igazából ebben a rózsaformában szerintem sokkal jobban néz ki, úgyhogy remélem jó lesz is. Nagyon fontos, amint hibát régen nagyon gyakran elkövettem, hogy légkeverésesen sütöttem a leveles tésztát, ami viszont nagyon-nagyon kiszárítja, szóval tanuljatok a hibámból. Én alsó-felsőn szoktam, és szerintem az jól működik. Szóval még kicsit megtojásosozom, és megy be a sütőbe is, hát izgulok. A sütés közben nem várt izgalmak történtek, ugyanis bár kicsit késett, nem 12 éves vagyok, de megérkezett. Megérkezett. Mutatom mi. Hát ezt figyeljétek, ugyan nem bagoly hozta, de itt áll feketén-fehéren, szó szerint, hogy végre felvételt nyeltem a Roxfordba. Úgyhogy induljon a tanév. Szóval, biztos köztetek is sokan vannak, akik vártátok a Hogwarts Legacy Harry Potteres játékot, ami még csak pénteken, az igazából holnap után fog megjelenni, de az előrendelőknek most már egy kicsi része megjelent, úgyhogy hát mindjárt elkészülök. Elkészül a Roxforti valóm, és aztán hát meglátjuk, hogy mit lehet csinálni most ebben az előrendeléses extra fázisban. Jézusom, majd de káros leszek!
lehet fogadni, hogy tovább menni. Felülírom. Na most fel kell függesztenem a játékot, mert kiderült, hogy az előbb rosszul mondtam, és igazából már most elérhető a teljes, és hát maradjunk annyiban, hogy ezt itt napestig lehetne folytatni, pedig én egyébként nem vagyok egy nagy gamer, kontrollerrel kifejezetten nehezen tudok játszani, de lehet, hogy most ennek a játéknak a kedvéért megtanulom, vagy legalábbis beleszokok a dolgokba, de egyébként a történet úgy kezdődik, hogy 5. éves tanulóként érkezel a Roxfordba, hát ami ugye már önmagában egy elég különleges dolog, és éppen ezért kijelölnek egy tanárt számodra, aki kicsit így felkészít az egész Roxford meg varázs életre. Viszont amikor a Roxfordba tartotok, egy sárkány megtámadja a kis konflisotokat, és van a kezetekben egy különleges tárgy, amiről kiderül, hogy egy zsupszkulcs, és a Gringotts Bank egy magán bejáratához juttok el, és hát ott aztán már mindenféle bonyodalmak történnek, majd aztán sikerül végül eljutni a Roxfordba, és most már be is soroltak az egyik házba, mint láthattátok. Szóval most itt áll a történet, innen folytatom majd, nem napközben, most viszont időközben már elkészültek a kis sütik is, úgyhogy nézzük meg. Először kicsit megijedtem a tepsit elnézve a sütőben, ugyanis hát elkezdett picit kifolyni belőle a krém, és hát ettől tartottam, mert elég vastagon kentem meg, de ezért összességében szerintem így jól néz ki. Úgyhogy hát utolsó simítás, jó, ez kicsit megszaladt, de egy kis porcukrozás sosem árthat. Lássuk egy közepesen porcukrozott darabbal. Ilyenkor mindig attól félek, hogy esetleg túlzottan kiszáradt el, úgyhogy... Ezt elhiszitek? Első falatra egy pisztáciahéjra haraptam rá. Nos, úgy tűnik nem sikerült a hamupipőke üzemmódban jó irányba megcsinálni a válogatást, mert az már kiderült, hogy egy héj minimum belekerült. Remélem több, nem? Kifejezetten jó egyébként, hogy vastagabban kentem meg ezzel a pisztáciával, mert szerintem nagyon kell hozzá ez a krém. Egy icipicit több cukrot tennék most már bele, úgyhogy a tetejére a pisztáci, vagy a porcukor mindenképpen jó, de ez a pisztáciás mascarpone-s összeállítás, ezt máskor is fogom használni, mert egyébként nagyon finom is. Ha nem kell neked meghámozni a pisztáciát, akkor ez egy nagyon-nagyon gyorsan elkészíthető, és szerintem baromi finom sütemény, különösen tényleg így kávéval, tejjel, úgyhogy jó választás. Ami ebben az egész pisztácia süti dologban viszont elég szomorú, hogy ahogy említettem, hogy ezt egy török sütemény hatására készítettem el, ugye nincsen köze hozzá, de ott vettem ezt a pisztáciát, egész pontosan Gaziantep városába, amit néhány nappal ezelőtt egy ilyen hatalmas földrengés ért, ahol több ezer ember meghalt, úgyhogy a videó alá leírásban majd összegyűjtök nektek pár linket, ha esetleg ti is tudtok segíteni a mentőakciókat, illetve az újjáépítést, akkor azt hiszem most erre a térségre bőven ráfér. Hát, ilyenkor kicsit nehéz visszavenni a videónak az eredeti hangulatát, de ezt szerettem volna azért megemlíteni nektek. Hát micsoda egy komfortzónából kilépés, kérem szépen, nyilvános helyen videózom, de mindenképpen itt szerettem volna nektek elmondani a mai könyvajánlómat, ami igazából egy ismételt könyvajánló lesz, hiszen az Ambrózi Báró eseteiről már meséltem nektek az első két részről, most olvasom a harmadikat, jó vaskos kötet, de hát falom az oldalakat benne, úgyhogy először is egy kis ismétlés, aztán meg majd elmondom, hogy miért is pont itt vagyok. De azért imádom ezt a könyvet nagyon, mert hát ahogy ti is rámutattatok még, amikor a Budapest Annó sorozatot készítettem, ez 100%-ig az én érdeklődési köröm, ugyanis a századfordulós Budapesten játszódik, és minden van benne, ami kellhet. Egy kis romantika, egy kis emberrablás, gyilkosságok, intrika, és még egyszer mondom, a századfordulós Budapest, ami számomra a legizgalmasabb időszak, hiszen tényleg ennek a könyvnek a lapjain keresztül megelevenedik a 20. század elejé Budapest. Úgyhogy ha ez a téma titeket is érdekel, akkor ezt a könyvet mindenképpen ajánlom nektek. A történet egy testvérpárról szól, az idősebb lány éppen feljön Budapestre, ahol a milleniumi ünnepségek vannak, amiről egyébként szintén készítettem egy önálló Budapest annó részt, ahol őt váratlanul elrabolják, és hát az ő
hát igencsak viszontagságos életét követhetjük ezután keresztül, hiszen mindenféle megtörténik vele. Majd utána elkezd nyomozni a húga, ő is feljön Budapestre, és Ambrózi Báró, aki hát gyakorlatilag egy báró és egyben hobbi detektív a segítségére lesz, vagyis hát egymás segítségére lesznek, és hát tényleg elképesztő kalandokba keverednek, és mindez itt Budapesten. Na és hogy miért vagyok itt? Ha olvastátok a harmadik részt, vagy ha éppen nem olvastátok, akkor most elmesélem nektek, hogy a könyvnek az egyik fontos helyszíne a Magyar utca, ami éppen itt van mögöttem, és azon belül is a Pilisi ház, ami egész pontosan megint csak szintén mögöttem található, a kornak az egyik, hát... legnépszerűbb luxus bordélyháza volt, ugyanis 1926-ig ezek teljesen legálisan működtek, és hát itt volt a könyvnek az egyik fő helyszíne, a Pilisi ház mögöttem, ami ma is áll, ugyan már kevésbé díszesen, mint akkor, illetve reményeink szerint már nem is ebben a formában működik. Egyébként, ha jól látom, az egyik lakás kiadó vagy eladó, úgyhogy ha esetleg gondoljátok, na de mondom mindjárt. Szóval itt van mögöttem a Pilisi ház, itt lakott Pilisi Róza, és hát hogy is mondjam szépen, ő Budapest első fehér kaméliás hölgye volt, és a könyvnek igencsak nagy főszereplője, és hát tényleg ezért imádom ezt, mert bár regényről van szó, olyan sok mindent megtudhatunk ennek az időszaknak, Budapestjéről, az akkori hagyományokról, az emberekről, persze ugye nem minden igaz, de például Pilisi Róza élete, hogy a könyvben megjelenik, hát elég nagy részt fedi a valóságot, ugyanis ő vidéken született, majd elrabolta a szívét egy katona, feljött vele Budapestre, ám az első éjszaka után hát gyakorlatilag kitették az útját, vagy hogy is kell ezt mondani? Kiadták az útját, ám Budapesten maradt, mert tudta, hogy valószínűleg túl nagy szégyen lett volna visszamenni a családjához, úgyhogy virágárusként kezdett el dolgozni, majd gróf Aponyi Albert volt az, aki a pártfogásába vette, mondjuk így, és hát nem tudom, hogy ebből a pártfogásból hogy lett az hirtelenjében, vagy nem hirtelenjében, hogy ő egy fehér kaméliás hölgy lett. Minden esetre ebben a házban kezdett működni, mint Budapest madámja. És ez azért volt nagyon érdekes, mert ahogy említettem, ebben a korban ez még abszolút legális volt, és hát cseppet sem számított egy szégyenteljes dolognak. Ebben a házban megfordultak grófok, bárók, parlamenti képviselők, sőt, még Albert Velszi herceg is többször megfordult itt Madame Rózánál, aki egyébként a könyv leírása, illetve más korabeli leírások szerint is nem volt kifejezetten egy ilyen klasszikus szépség, mégis a kisugárzása, illetve az értelme elnyerte hát gyakorlatilag minden férfi szívét. És hát nem csak testi vágyaikat jöttek ide az emberek kielégíteni, hanem gyakorlatilag ez egy szellemi szalonként is működött, ugyanis Madame Róza nagyon szerette az irodalmat, ő maga is írt, úgyhogy ez egy irodalmi szalon is volt egyszerre, és hát rengeteg írónk és költőnk megfordult itt, például Krúdi rengeteget volt itt, mert Rózával nagyon nagy barátságban voltak, és Róza halálakor, vagyis hát a halála előtt, ő írta meg Rózának a nekrológiát is, úgyhogy hát ez csak egy ilyen kis érdekesség. Szóval ennél jobban nem tudom, mivel tudom meghozni a kedveteket, remélem sikerült, mert tényleg annyi különlegességet, annyi érdekességet lehet ebből a könyvből megtudni Budapestet illetően. Nem elég, hogy olvasom ezt a könyvet, de rengetegszer meg kell állnom, hogy utána olvassak bizonyos helyszíneknek és embereknek, mint például Rózának is. És hát ezt a részt nem azért mondtam el, mert annyira promotálni szeretném ezt a fehér kaméliaság dolgot. Minden esetre nagyon érdekesnek tartottam meg. Meg hát tudjátok, a Károlyi kert, ahol most éppen vagyok, az nagy-nagy kedvencem, már korábban is vlogoltam nektek innen, úgyhogy kifejezetten öröm volt számomra, amikor a könyvben visszaköszönt ez a helyszín. Na hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kis belvárosi kiruccanás teljesen feldobott. Egyrészt nagyon szeretem ezt a környéket, Károlyi kert, múzeum körút, a rengeteg antikváriumával, meg hát ugye imádom ezt a témát, és valahogy pont egy ilyen tökéletes, már kezdeti naplementés időben sikerült hazaindulnom, annyira, nem tudom, tudjátok, amikor ilyen minden gyönyörű színben van, amiről sajnos nem tudtam felvételt csinálni, mert épp teljesen szét volt fagyva a kezem, és kell egy orró. Szóval még útközben beugrottam a postára, ugyanis kaptam egy értesítést, hogy nemzetközi csomagom érkezett, és azt hittem, hogy végre valahára megérkezik az óraszíjam, amit rendeltem, de meglepetésemre egy ilyen dobozt kaptam, tehát megérkeztek az előző videóban mutatott poszterek, és hát te jó ég, nem számítottam, hogy ennyire gyorsan meg fog jönni, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Wow, milyen kis penge csomagolása van.
Az egyik, amit hát majd mindjárt a keretben jobban láttok, de ugye amiről áradoztam, festőnő, a másik, pedig ez majd a dolgozószobában lesz az egyik képnek a helyére, egy kis japán hangulat. Már nem tudom kipukkasztani, pedig milyen jó lenne. Na mindegy, képkeretezzünk. Vagyis visszavonom, ne képkeretezzünk még, mert képzeljétek, ahogy jöttem hazafelé, benyúltam a postaládába, és mégiscsak megjött az óra szíjam, amit tényleg már 2 hónapja rendeltem. Nagyon szerettem ezt az óraszíjat, amit a Samsung okos órámhoz szoktam hordani, ez egy ilyen bőrhatású óraszíj, viszont hát már több mint 1,5 éve hordom minden nap, és most már elkezdett picit meglátszódni rajta, hogy viselem. Ugye eredetileg ehhez az órához egy szilikon szíj van, ami nem rossz, de nekem sokkal sportosabb, mint amit így a hétköznapokban viselni szeretnék. És hát nagyon-nagyon sokat nézelődtem, mert hát alapvetően ez a típus egyébként tetszett, de most valami mást szerettem volna. A korábbi órámnál egy ilyen fémszíjat használtam, egyébként azt is szerettem, de valami kicsit extrábbat szerettem volna, és rátaláltam a számomra tökéletesre. Hát megrendeltem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog mutatni. Ugye ennek van egy ilyen kis pöttyös mintája, tehát mondjuk egy mintás ruhával nem ezt fogom felvenni, hanem majd akkor visszateszem rá ezt. De egyébként szerettem volna, hogy van benne valami kis fun rész, úgyhogy hát mindjárt majd át is teszem. Gondoltam még mielőtt megmutatom még kicsit az óralapot is megváltoztatom, hogy színben jobban passzoljon hozzá, de ebben a pillanatban lemerült. Pedig sose szokott ilyen lenni, hogy lemerül a kezemben, de most pont. Láthatjátok így ilyen a mintája, szerintem nagyon jól mutat, tetszik. Kicsit változatosabb, meg ilyen, tényleg ilyen divat kiegészítő is, amellett, hogy egy nagyon praktikus dolog. És akkor most rakjuk be a képkeretbe a dolgokat. Na és akkor ugyebár, hogy itt múltkor megegyeztünk, ezt mindenképpen majd fel kell tenni a falra, és akkor hát nagyjából így fog kinézni. Ti már látjátok, én nem, de elhiszem magamnak, hogy jó volt az elképzelésem. Na és akkor ez lenne a másik kép, ez a világos kék, ezzel a világos bézs kerettel. Szerintem nagyon-nagyon jól mutat. Igazából közben most már másnap este lett, de még mielőtt elköszönnék tőletek, csak néhány gondolat, hát először is az előző videó kapcsán nagyon szépen köszönöm, hogy rengeteg-rengeteg kommentet írtatok nekem a társasjáték ajánlások kapcsán, és hát egyrészt köszi az ajánlásokat, meg köszi azt, hogy kommenteltetek, mert mindig Amikor ezeket olvasom, akkor érzem igazán azt, hogy milyen jó kis közösség van itt, és ettől lesz ilyen kétirányú dolog, nem csak az, hogy én beszélek egy kamerának. Szóval ilyenkor mindig nagyon örülök, hogy ezeket a sorokat olvashatom. És ez most így rögtön eszembe is juttatta azt, hogy én egyébként tudom, hogy milyen irányba halad a világ, hogy ezek a nagyon rövid, néhány másodperces videók, minél frappás, minél gyorsabb. Én nagyon szeretem a YouTube-ot, mint felület, tehát nagyon szeretem önmagát ezt a platformot, illetve összességében is én nagy rajongója vagyok ezeknek a klasszikus, leülünk és megnézzünk egy hosszabb videót, vagy a háttérben betesszük és meghallgatjuk, miközben ezt vagy azt csináljuk, és ezt mint tartalomfogyasztó is mondom, mert mostanra nagyon-nagyon lecsökkent azoknak a száma, akiket követek YouTube-on. Egyrészt azért, mert én is kevesebb embert követek, illetve ugye nagyon sokan átpártoltak más platformokra, hiszen talán a YouTube mostanában a legkevésbé népszerű, viszont akik megmaradtak, azok számomra is egy annyira jó kikapcsolódási formát jelentenek. Az én nagy kedvenceim Lily Pebbles, Anna Newton és Estée Lalonde, talán ők az én top 3-asom, ugye nagyon élvezem az ő videókat nézni, és amikor ezek a gondolatok vannak a fejemben, akkor azon szoktam gondolkozni, hogy ti vajon hogyan viszonyultok ma, 2023-ban a YouTube-hoz, de én mind fogyasztó és mind tartalomkészítő is, én továbbra is nagyon nagy, úgymond megelégedettséget kapok itt. Mármint nekem jó érzés leülni, megnézni egy hosszabb videót, kapcsolódni valakivel, mert itt szerintem teljesen más szinten lehet kapcsolódni, mint egy néhány másodperces videón keresztül. Itt szerintem valódi közösség tud létrejönni,
míg a rövidebb, pörgős videókra ezt kevésbé érzem. És bár most már egyébként azokban is kellően megtaláltam, azt hiszem, önmagam, de a YouTube továbbra is az én igazi platformom. Szóval jó kísérletezgetni új dolgokkal, de itt ebben a formában érzem én legotthonosabban magam. Igazából ez csak egy ilyen kis gondolatébresztő dolog volt. Mármint csak kíváncsi vagyok így a véleményetekre ezzel kapcsolatban. És most köszönök el. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!